Köszöntöm nézőinket a Pécsi Csontvári Múzeumban. A múzeum, amelyben vagyunk, és amely a csontvári életmű legfontosabb alkotásait befogadja, 1973-ban született, egy igen komoly és nagyszabású kulturpolitikai gesztus volt, ami a hosszú időn keresztül, majdnem egy fél évszázadon keresztül gazdátlan és helyét kereső csontvári életműnek, a csontvári képeknek végül is helyet adott. A feladatunk az, hogy a múzeumban, a múzeum képeivel csontvári életművébe bevilágítsunk a legfontosabb, az életműben meglévő művészettörténeti, eszmetörténeti motivumokra rávilágítsunk. Természetesen enciklopedikus áttekintést nem adhatunk a csontvári életműről, hiszen erre nincsen elegendő időnk. De arra azért van, hogy a leglényegesebb mondani valónkat egy-két csontvári kép elemzésén keresztül közölhessük. Mint említettem, a Csontvári Múzeum 1973-ban született meg, nagy jelentőségű tett volt, hiszen Csontvári halála után, 1919 után az életmű, a képek nagy része egy nagyon kiváló magyar gyűjtő és építész, Gerlóci Gedeon kezébe kerültek, az ő gyűjteményébe kerültek. Ő volt az, aki megszerezte a csontvári életművet 1919 késő nyarán. Ez egy nagyon érdekes időszak volt a magyar történelemben, hiszen a tanácsköztársaság végét éljük ekkoriban. Rettentően furcsa elgondolni azt, hogy miközben a politikai viszonyok és a gazdasági viszonyok olyan ziláltak, ezen közben egy kultúrember, egy építészmérnök minden energiáját, minden anyagi erejét ráfordítja egy festő életművének a megismerésére, birtoklására. Fantaszta volt és fanatikus volt Gerlóci Gedeon, amikor ezeket a képeket megszerezte, Csontvári Koszka Tivadar Fehérvári úti műterméből. Ez egy nagyon érdekes árverés volt, mert hiszen Csontvári halála után az életmű nagy része ebben a harmadik emeleti kis stúdióban volt, és ott hevertek, úgy szóval gazdátlanul. A rokonok azután ezeket a képeket elkívánták adni, és már soroksári bolgárkertészek jöttek licitálni a nagyméretű olajos vásznakra, amelyeket rendkívül jól lehetett volna használni a maguk szállításaiban és a kertészeti munkában. Gerlóci Gedeon rájuk licitálva szerezte meg ezt a gyűjteményt. Tehette ezt, mert viszonylag jó család, viszonylag tehetős pesti polgárcsalád az övék, felmenői között még Budapest főpolgármester is található, akiről a Gerlóci utcát nevezték el a belvárosban. Egy szóval Gerlóci Gedeon megszerzi az életművet, a legfontosabb csontvári képeket, és azután úgy szóval 1973-ig az ő tulajdonában, az ő gondnoksága alatt léteztek ezek a munkák, miközben Gerlóci Gedeon a Képzőművészeti Akadémián építészeti rajzot is tanított, egy-két nagy vásznat bevitt a mai Andrássy úti épületbe. Közöttünk még vannak idősebb festő kollégáink, akik együtt éltek a csontvári képekkel, hiszen Gerlóci Gedeon a tulajdonos ott tanított a Képzőművészeti Egyetemen. Nagyon-nagyon kalandos és szerteágazó története van a csontvári életműnek, a képeknek. Gerlóci Gedeonnak köszönhető azonban mégiscsak, hogy az 1919. augusztusában megszerzett csontvári képek mellé a kéziratos anyagokat is megszerezte, összegyűjtötte. Én magam nem egyszer kísértem Gerlóci Gedeont Pécsre, amikor még a Csontvári Múzeum alapításáról spekuláltunk, és Gerlóci Gedeon maga mesélte a történetét annak, hogy miképpen is sikerült megszerezni az összes írott forrást, ami gyakorlatilag mindmáig a csontvári életmű megismerését segítheti. Gerlóci Gedeon 5 ruhás kosárral szállította le a házmester segítségével csontvári szétszórt kéziratlapjait, feljegyzéseit, naplóját, kis füzeteit, amelyeket azután előszeretettel adott át olyan művészettörténészeknek, kritikusoknak, akiktől azt várhatta, hogy a csontvári kérdésben megnyilatkoznak majd Csontváriról, írni fognak, képeiről ítéletet fognak mondani. Ehhez képest, vagyis a gazdátlanság állapotához képest jelentett nagyon nagy változást a csontvári megítélés tekintetében, és a csontvári képek stabilitása, konzerválása és múzeumi kezelése tekintetében az, hogy itt Pécsett megnyílhatott az egykori Tudomány és Technika Házának első emeletében a Csontvári Múzeum. És most a csontvári életműről magáról és csontváriról a művészről. Tudjuk, 1853-ban született, és 1919-ben halt meg.
életkora kísértetésen emlékeztet a holland Vincent van Goghéra, aki ugyancsak 1853-ban született, és életműve, karaktere, természete, a művekben megnyilatkozó akaraterő és a kifejezés formája is nem egyszer hasonlít azokra a polgári művészetcsinálás normáitól némiképpen eltérő renitensekre, akik közé Vincent van Gogh is tartozott. Nem mintha közvetlen rokonságot felfedezhetnénk, nem mintha Csontváry Koszka Tivadar írásaiban egyszer is találnánk említést Vincent van Goghról vagy Gauguinről, modern művészetről csak egyszer szól valamit a kubizmusról, arról is elítélőleg. Ennek ellenére a maga elképesztő érzékenységével és akaraterejével megteremtette itt Magyarországon azt a szintetikus művészeti alakzatot, amely úgy szólván valamennyi nyugat-európai művészeti irányzat, izmus reprezentálója a csontváry képek tartalmaznak mindent abból, amit a múlt század, vagyis a 19. század realista tendenciái, vagy posztimpresszionista, vagy szimbolista, vagy éppen szecessziós tendenciái jeleztek. Mindez úgy történik, hogy nem tájékozódik a művészet világában, nem foglalkozik a művészettel magával, hörpint a valódi világból, ahogy a költő mondja, és nem izgatja őt különösebben a művészet politikájának, a művészet piaci rendszerének sokféle kis részlete. Csontváry nem akart festő lenni. Csontváry a természettudományokkal elkötelezett ember, családjában is erre kap inspirációt, édesapja, testvérei a modern természettudományok irányában elkötelezett emberek. Édesapja maga is 60 éves korában kezdi el majd az Orvostudományi Egyetemet, és Budapesten diplomát is fog szerezni. Csontváry Tivadar, Koszka Tivadar, eredeti nevén Koszka Tivadar volt, a Csontváry ez egy felvett név, a századforduló egyik romantikus névadási szokásának a nyoma, hogy maga ezt a különös hangzású, bizarr nevet választotta, de hát nem különös ez, hiszen vannak Ridegvárik, Romvárik, Holdvárik és egyebek. De ez kellett a kor különösségeihez. Csontváry nem volt ugyanakkor különc, megbecsült ember a budapesti magyar művésztársadalomba. Nem sok időt tölt természetesen Magyarországon, de amikor itt van, akkor említhetjük és büszkén emlegethetjük, hogy a híres Japán Kávéház művészasztalánál ő is ott mutatkozik nem egyszer, ahol az asztalfőn Szinyei Merse Pál ül, mellette Lechner Ödön és mások a magyar művészélet legjelentősebb alakjai. De mint említettem, nem akart festő lenni, apatikus pályát választotta a budapesti tudományegyetemen, a gyógyszerész diplomát fogja megszerezni, és aztán a felvidékre megy, és néhány éven keresztül gyógyszerészi praxist fog folytatni. A művészettörténet szempontjából egyetlen mozzanat izgalmas igazán, erről teszünk most itt említést, az nevezetesen, hogy 1880. október 17-ére datálva ő későbbi emlékirataiban, illetőleg emlékezéseiben, ami több formában is megjelent és olvasható a Csontváry emlékkönyvben is, a Gondolkodó Magyarok sorozatában, Szigeti Gábor szerkesztésében is megjelent ez. Tehát ebben a viszonylag későn írt munkában, amit 1911 és 13 között írt, említi a bizonyos sugallatos eseményt, a hallucinációt, a pszichiáterek így említik. Arról van szó ugyanis, hogy ezen a napon, tehát 1880. október 17-én a patika előtt állva, almamaggal a kezében hallja az Úr hangját, amely azt látszik mondani neki, hogy te leszel a világ legnagyobb napútfestője, nagyobb leszel Raffaellónál. Azért időztem én a filológiai adatnál, vagyis annál a ténynél, hogy Csontváry ezt a sugallatos hallucinációs eseményt 1911 és 13 között írta, mert maga az esemény 1880. október 17-ére esik. A két esemény között, vagyis a hallucináció, a vélt hallucináció, illetőleg a lejegyzések között 30 esztendő van. Elképzelhető, hogy Csontváry labilis idegrendszere a 30 év elteltével, 1912-13 körül nem tudja pontosan felidézni, hogy mi történik a valóságos történelmi pillanatban, 1880-ban, és stilizálni kezdi azt.
Ez a sugallatos inspiráció, mint indulás, mint az első motiváció vált hangsúlyossá a csontvári interpretációkban, és innen eredeztethető az a vélekedés, hogy Csontváry, mint művész, némiképpen a pszichotikusok közé tartozik, vagyis hát elmeállapotával kapcsolatban olykor kétkedők, olykor ironikusan kimosolygók a vélemények. Nos, erről szó sincs. Vannak bizonyítékaink arra, hogy 1880. októberében, amikor valóban patikusként kiáll a gyógyszertár elé, és ott egy vénypapírral a kezében egy ökrösszekéről vázlatrajzot készít, akkor a patika tulajdonosa megveregeti a vállát, hogy milyen jó kis rajzot készített ő, és valószínűleg ez lehetett az inspiráció legfontosabb alakzata. Ennek következtében fog tájékozódni először is a művészet világában, már ami Magyarországon a számára, egy felvidéken dolgozó kis patikus számára lehetőségé vált. Tájékozódik és felfedezi, hogy van Magyarországon néhány úgynevezett művészeti autoritás, ezek közé tartozik Keleti Gusztáv is, aki a Király Iparrajziskolának az igazgatója. Ez ma annyit jelent, mintha az Iparművészeti Egyetemnek lenne az igazgatója. És szinte azonnal levelet fog írni Keleti Gusztávnak, aki hát Magyarországon nagyon népszerű, bevezetett, jól ismert politikus és főrendi társaságokban elfogadott alakja a magyar művész életnek. Csontváry tehát, még Koszka Mihály azonnal levelet ír Keleti Gusztávnak, és elmeséli, hogy ő milyen lázas festői gondolatokat vett eszébe, és hogy ezek megvalósítására segítséget kér Keleti Gusztávtól. Akkor nagyon sajátságos, és mondhatni azt, hogy bűvályos hangulatára utal az, hogy Keleti Gusztáv Csontváry levelére válaszolni is fog, és bár a válasz nem lesz kedvező Csontváry számára, mégiscsak motivációs értékkel rendelkezik. Most miért mondom el ezt? Azért, mert a Csontváry-féle pszichózissal kapcsolatban a Keleti Gusztáv levelezés az egy autentikus ellenérvként szolgál. Ezekben a levelekben ugyanis négyről tudunk, négyet ismerünk, ezekben a levelekben ugyanis szó sincs arról, hogy bármiféle halucináció érte volna őt, bármiféle sugallatos élmény hatására kezdett volna el dolgozni. Egy szóval a szabályos művészé válás folyamata indul el, csak egy a tevékenységet kiváltó motivum volt különös, de nem különös a 20. századi modern művészet történetében a pályára kerülésnek az a formája, amit Csontváry élete is megjelenít. Vincent van Goghot említettem az imént. Vincent van Gogh maga is lelkészként dolgozik hosszú ideig egy belga bányavidéken, Borinásban, és tulajdonképpen 1881 körül jön az elhatározása, hogy neki a megváltást, az emberek segítését egy másfajta, a lelkészségtől eltérő módszerrel kell művelnie, a művészet csinálásával, a festészettel, és lényegében egy rendkívül kurtára szabott életsorsban vagy periódusban 1882-től 1890-ig jeleníti meg Vincent van Gogh is mindazt, ami van Gogh életműnek tekinthető. Valami hasonló történik Csontváryval is. Egy rendkívüli inspiráció, egy erős élmény, mély és elkötelezett segíteni akarás, némi republikánus szemlélet, királytiszteletbe öltve, és a nagyjáválásnak a reménye, a hiedelme, ami úrát lesz rajta, és hát ez indítja el a pályán. Nem szabad elhamarkodottsággal vádolnunk Csontváry Koszka Tivadart, mert hiszen 1880. októberétől, a Keleti Gusztávval való levélváltás históriájától még igazából 14 évet kell várnunk arra, hogy először festői műveket lássunk tőle. Az első munkái majd 1893-ban jelennek meg, itt a Csontváry Múzeumban is látható, Almát hámozó öregasszony, vagy a madár sorozata, a pillangó. Ezek igazából zsengéknek tekintető művek. Lényegük az volna, hogy Csontváry nem tud megmozdulni sem alkotóművészként a valóság közelsége nélkül. Legszorosabb, közelibb enteriőrjében, otthonában édesapjának kitömött madarai voltak, illetőleg a lepkegyűjtemény, az első inspiráció, ami a természetről szól, ezekből a gyűjteményekből
következik majd. Még nem festő, még csak próbálkozik, de látjuk, 1880 az indulás, a pillanat, az első inspiráció, és az első képek között 13-14 esztendő telik el. Ez a készülődés ideje. Ezen közben némiképpen követve Keleti Gusztáv tanácsait járni kezdi a világot, már mint amennyire erre egy közép-európai szolid értelmiségének módja van. Lényegében az osztrák monarchia, osztrák-magyar monarchia legfontosabb szintereit keresi fel, de ellátogat Itáliába is, és ott nagyon érdekes információkat szerezhetünk. A feljegyzések mondják, hogy találkozik a felszólítás mumusával, Raffaellóval is. Nagyobb festő leszel, mint Raffaello, mondja a később megfogalmazott hallucinációs élmény. Nem hallucináció, a kihívás valóságos, a 19. század kultúrája visszhangzik Raffaello nevétől. Egyáltalán nem lehet az véletlen, hogy Csontváry a Raffaello életművel kívánja összemérni magát, mert hiszen valóban a 19. században ezerféle formában látjuk Raffaello újjászületését, az egyházi beruházások, a főoltárok sokasodó képei mind Raffaellót másolják, Raffaellót mutatják, a művész élet eseményei Raffaellóban találják meg a mintákat, a példaképeket, és magát Raffaellót is rendkívül sokféle formában elevedíti fel a képzőművészet. Sok képet látunk, sok metszetet, sok könyvet. Csontváry, mint minden kortársa, minden bizonnyal az utolérhetetlen legnagyobb teljesítmény mintáját Raffaellóban kapta meg, és van erre egy nagyon furcsa, talán itt bizarnak tetsző kísérletem. Sétáljunk egyszer egy késő novemberi, hűvös éjféli utcán, senki nincs ott, lépteink kopognak, egyszer csak hátulról, valahol a hatodik csigolyánk táján egy érzékeny és hideg tárgyat észlelünk, majd egy érces hangon valaki felszólít bennünket, hogy mondjunk egy magyar festőt. Mindenki gondolkodás nélkül, azt gondolom, fogadásom van erre, Munkácsi Mihály nevét fogja mondani. Így lehetett ez a 19. században is. Raffaello neve a non plus ultrát jelenti, a felülmúlhatatlan, legyőzhetetlen művészt jelenti. Csontváry tehát össze akarja mérni magát Raffaellóval, el is megy a Vatikánba, ott megnézi a stancákat, és különös megállapításokat tesz. Utal arra, hogy Raffaello talán nem is volt olyan nagyon jelentékeny mester, mert hiszen amit ő csinál, az alig más, mint valami színházi díszletfestőnek a tevékenysége. Benne a terek, az előtér, a középtér és a háttér viszonylag mechanikusan ismétlődnek, meglehetősen sztereotíp elhasznált vonásokat jelenít meg a képeken. Nincsen benne, és a legfontosabb szót leírja Csontváry, nincsen benne az életnek semmi nyoma. És hát a Csontváry életmű aztán a későbbiekben igazolja, hogy a mi mesterünk számára, Csontváry számára az élet és a természet mennyire fontos alapanyag, és hogy e tekintetben mennyire tulajdonképpen a 19. század romantikus világszemléletének a tükrözésére vállalkozik. Csontváry tehát elindul a festői pályán, bejárja az általa bejárható világ legfontosabb terrénumait, élményeket szerez természetesen Horvátországban és Itáliában is. Ezek az élmények majd kamatozni fognak, többször is elutazik ezekre a területekre. És végül is 1894. márciusában kerül majd el az első néven nevezhető művészeti akadémiába, Münchenbe. Ez Hollósi Simonnak a magániskolája, senki ne arra gondoljon, hogy Csontváry a híres Bajor Királyi Akadémiát látogatta. Ez aféle vasárnapi iskola volt, viszonylag szerény tandíjér, viszonylag szerény segítséget kaphattak az ide beiratkozó mesterek. Néha látjuk is, amint Csontváry mögött ott áll a nálánál iskolázottabb akadémikus festő, no, csak képletesen, és figyelmezteti őt arra, hogy mely felületeket milyen pontos vonalakkal kell megmunkálni, hogy mely vállak és felkarok aránya milyen mértékben viszonyul a törzsnek vagy a csípőnek az arányaihoz. Érdemes megnézni ebből a szempontból a müncheni tanulmányrajzokat, a Csontváry Múzeum ezekből bőven mutat szép ábrákat.
De Csontváry rájön arra, hogy az a harcmodor, amit a Müncheni Akadémián ráerőltetnek, az kissé fáradt és görcsös számára, megint csak az élet a legfontosabb jelszó, és az akadémia az életet nem lehelli. Ennél fogva viszonylag gyorsan túlad a müncheni magániskolán, és ott hagyja Orlósi Simon, elmegy Karlsruhe-ba. Ott is egy ilyen magánakadémiára iratkozik be. Egyetlen nagyon fontos mozzanat méltó itt említésre, egy Karl Morgan nevű festészet tanár megjegyzi Csontváry feljegyzései szerint azt, hogy Kegyednek igen erőteljes színérzéke van. Ezt is érzékelni fogjuk majd az életmű taglalása során, hogy számos esetben, amikor a rajz, a kompozíció torznak látszik, aránytalannak, elrajzoltnak, amikor a perspektíva szabályait olyan önfelett módon hágja át Csontváry, akkor a képnek egyensúlyt mégiscsak az fog adni, hogy a színek tekintetében viszont háborítatlan és kiméletlen rendet tud tartani, és ezért van aztán az általános benyomásunk és élményünk, amikor a Csontváry képek közé kerülünk, hogy itt a harmónia birodalma vesz körül bennünket, és azután csak nagy nehezen jövünk rá arra, hogy mennyi ellentmondás, mennyi finom kicsi összefüggés színezi, vagy ha tetszik, teszi tartalmassá a Csontváry műveket. Én nem szeretnék most teljes áttekintést adni azokról a fejezetekről, amelyek a Csontváry életművet jellemzik. Nem fogunk találkozni nagy művekkel, vagyis nem beszélünk arról, hogy a személy mitológiájának miképpen teremt hátteret a Mária kutya Názáretben című képpen. Nem beszélünk arról, hogy a személynél, az egyes embernél differenciáltabb társadalmi csoportok működésével kapcsolatban milyen ítéletet mond majd a panaszfal bejárata Jeruzsálemben című kép esetében. Nem szólunk arról, hogy a történelemről, az időről, az ember teremtette és a természet teremtette művekről milyen összefüggéseket fog fölállítani a Balbec című munkájában. És nem szólunk arról sem, szándékunk van, hogy a művész portréját, azt a misztikus önarcképet, amit a magányos szédulusban tisztelhetünk, milyen egyéb összefüggésekkel ruházhatnánk még fel. Hanem szólni szeretnék Csontváry gondolkodásmódjának néhány alapvető és izgalmas példájáról, amivel kapcsolatban a szakirodalomnak különösebben erős megállapításai nem voltak. A feladatunk az, hogy részint az egyre és örvendetesen gyarapodó Csontváry irodalmat áttekintsük, tanulságait megpróbáljuk értelmezni a művekkel szemben állva, és a művek konkrét testét is szembesítve az írott szövegekkel. Köszönöm most a figyelmüket, és gondolom, hogy találkozhatunk a további Csontváry képek értelmezésekor.